Beszélgetést láthatnak Kovács Bélával. A Beredi labdarúgó szakosztály vezetője a 2017-es őszi bajnokságot értékelte, illetve elmondta, új edző irányítja a tavaszi bajnokságban a Beredi labdarúgó csapatot. Hát az őszi teljesítményünkre azt lehet mondani, hogy elégedettek nem lehetünk, de csak a minimális célt sikerült elérnünk, tehát bennmaradó helyen zárt a csapat. Én úgy érzem, az egész őszt nézve az a realitása, az a középmezőny megszerzése meg lehetett volna, nem volt túl messze, egy-két győzelem és ott lettünk volna, azt mondom, azon a 8-10. Helyen, amit úgy elvárható lenne tőlünk. Mekkora kerettel indult neki a felnőtt csapat ősszel a bajnokságnak? Voltak a változások a kereten belül? Hát nem nagy keretünk volt, eléggé fokhiasak voltunk, 14-15 fő volt, hozzátéve még mellette, hogy mindig volt fiatal játékos, akivel ki volt egészítve a keret. Ha így nézzük, azt mondom, hogy összességében kiosztuk belőle azt, amit lehetett, ezért is a tél folyamán mindenképpen szeretnénk igazolni játékosokat, hogy tovább tudjuk erősíteni a csapatot. Volt emlékezetes mérkőzés, hiszen azért gondolom egy-kétszer össze kellett csapni a riválisokkal. Hát nagyon jó volt, én azt mondom, a kezdésünk, mikor Szent Miklós ellen rivális, mert szinte Szent Miklós, Kapuvár, Beled, ez a környék csapatai egymás mögött vannak a tabellán. Itthon sikerült 1-0-ra megvernünk őket. Ellenkezőleg viszont Kapuváron meg kikaptunk 1-0-ra egy tényleg egy döntetlen szagú mérkőzésem. De igazán nem is azt mondom, hogy azok a meccsek, egy lébényi itthoni győzelem, ami fontos volt, hogy 2-0-ra le tudtuk hozni. Volt egy Gönyői elleni 0-0, ami azt kell mondjam, hogy sajnáltam, volt egy úgy érzem jogos 11-esünk, amit nem kaptunk meg, hogyha az a plusz 2 pontunk megvan, akkor is egy kicsit már más helyen zártuk volna a tabellát, de éppen idegenben voltunk, ugyanígy például Bácsán egy nagyon jó meccset játszottunk, vezettünk sokáig 1-0-ra, és volt egy ilyen véleményes szabadrugás, ami után egy kicsit följött a hazai csapat, és meg tudta fordítani. De hát azt lehet mondani, én azt mondom, hogy a tabellája ez a Lipót, Mémfőcsonak és a Nyúl gárdája azok, akik úgy jobban kiemelkednek ebből a bajnokságból. Egy picit most talán Rajka volt, aki egy kicsit úgy lejjebb van, de viszont az is fájó volt, hogy őtőlük viszont kikaptunk Rajkán. A többi csapat meg szerintem bármikor bárkit meg tud verni, tehát eléggé hasonló játék erőt képviselnek. Mennyit tudnak edzeni a beledi labdarúgók? Hát az ősz folyamán a 3 edzésünk az megvolt minden héten. Szép számba is, tehát azt lehet mondani, hogy nagyon jó volt az edzés látogatottságunk, hát bizony benne, hogy ez továbbra is kitart a tavaszi szezonra is. És a korosztály összetétele, tehát hány évesek most a felnőtt csapatban? Hát én kocizók. Azt lehet mondani, hogy a 20 évnek a zajja az átlag életkorunk, 2 olyan játékosunk van, aki az a 30 környéki, és valamelyik egy picivel több nála, de a többiek, én azt mondom, inkább az a 20-as éveknek az elején járnak. Erről létben, fejben rendben vannak a fiúk? Hát én azt mondom, hogy összességében nem lehetett azt mondani, hogy erről létben gondok voltak. Biztos, hogy lehet javítani rajta, azon leszünk, hogy most a téli felkészülésen ezeket, ha úgy van, akkor javítsuk. Vannak-e a bajnokságban olyan csapatok, ahol korosztályban kicsit idősebb játékosok is játszanak, hiszen azt lehetett hallani, hogy akik már kiöregedtek az NB1-2-3-ból, azok keresik a helyüket, talán levezetésként a megyei csapatoknál. Vannak ilyen csapatok, ahol mondjuk nagyobb nevek is megvannak, tehát ilyen megjelennek, pályára lépnek, akárha nevet is fel lehet sorolni. Hát még azt mondom, hogy most per pillanat annyira nem mondanám, hogy igen jellemző lenne. Talán itt a tabelláján levő csapatoknál van egy-egy olyan, de mondjuk ilyen NB1-es rutinnal rendelkező játékos, mint azt mondom, a mi időnkben, mikor mi játszottunk, pont itt Beled, amikor játszottam, akkor azért több olyan játékos volt, akkor egy Lakatos, egy Mracskó, egy Farkasházi, tehát azt mondom, akkor voltak olyan nevek, akik az NB1-be is, azt mondom, letették a névjegyüket. Most azt mondom, annyira nem jellemző, inkább az utánpótlásokból, akiket kineveltek, azokat viszik ki, főleg etós nevelések, Gyirmót talán, Óvár, onnan kerülnek ki különböző csapatokhoz, de inkább ez a Győr környékére jellemző. Felszerelés rendben van? Igen, természetesen azt mondom, hogy minden adott ilyen téren, úgyhogy az nem hátráltatja a csapatot. Utaztatással voltak-e gondok? Hát az utaztatás az nem olyan egyszerű, azt a per pillanat egy Répcel, aki vállalkozó cég, végzi, de ugyanúgy mind az utánpótlással egybe öltve, tehát nem csak a nagy csapatot. Jelenleg az önkormányzatnak egy kis busza van, az szokta általában az első csapatot vinni.
És milyen a hangulat a felnőtt csapatnak? Összetartó társaság? Én azt mondom, hogy elég jó volt, most nagyon jó közösség van, én úgy érzem, és bízom benne, hogy ez továbbra is megmarad, mind a pályán kívül is, például nagyon sokat elmentek most a téli időszakban teremfoci tornákon, szerepeltek különböző ilyen haveri társaságokkal, tehát azt mondom, hogy nem álltak le igazán, hanem most is rúgják a labdát. Ugye a felnőtt csapatnál változás, hogy új edző irányítja a csapatot tavasszal, megkezdte már az edző a munkát, tehát megismerkedett már a csapattal? Hát ide hozzátartozik, először is szeretnénk megköszönni Szalka Péternek az eddigi munkáját, amit a csapatnál töltött. Annyi hozzátartozik ez a témához, hogy ő az őszi szezonban lemondott, és megkértük, hogy ha lehet, akkor a bajnokság végéig vigye végig a csapatot, ezt tett, megtette. December elején volt egy elnökségi ülésünk, ahol az elnökség úgy határozott, hogyha sikerül megfelelő edzőt találnunk, akkor edzőváltás fog történni a csapatnál. Egy ismerős által így került képbe Csordás Csaba, aki én azt mondom, hogy elég nagy NB1-es múlttal rendelkező játékos is. Ki ez a Csordás Csaba? Tehát mit kell róla tudni? Hát ő igazán egy kecskeméti születésű srác, aki Kecskeméten, MTK-nál, BVSC-nél, Sopronba, több helyen megfordult NB1-es klubban, volt magyar bajnok, kupagyőztes, egy nagyon jó gólérzékeny játékos volt. Milyen poszton játszott? Hát támadó volt. És aki jelenleg most a Szombathelyen az Illés Akadémia U17-es korosztályát irányítja, és mellette vállalta el a mi csapatunk irányítását, de volt például a női NB1-es Victoria FC-nek a vezetőedzője, de nem olyan régen még Mészői Géza mellett volt a Haladásnál másodedző. És hogy került ő képbe? Tehát hogyan sikerült a Belediáknak megszerezni, hiszen az egy elég komoly játékos múlttal, edzői tapasztalattal rendelkező szeméről van szó. Hát mit mondom, egy ismerős által, azon keresztül léptünk vele kapcsolatba, rajta kívül még 3 edző volt, tehát igazán 4 edzővel beszéltünk, és a végén ő mellett döntött az elnökség. Örültünk, hogy elfogadta, és bízunk benne egy kicsit talán új szinthoz a beledi fociba. Mikor kezdi meg a munkát az edző? Múlt héten szerdán volt az első ilyen összetartó edzés. Igazán teremben voltunk, mert az időjárás nem a legjobb volt. Egy kis ismerkedés, egy kis beszélgetés volt, de azt lehet mondani, hogy az alapozás az most fog kezdődni holnapi naptól úgy igazán heti 3 edzéssel. A jövő hétvégétől meg minden hétvégén edzőmérkőzéssel egészen a bajnoki rajtig. Mit tudnak ilyenkor a focisták ilyen időben? Tehát nem tudjuk még, hogy csapadék hol lesz-e még, hol tudnak edzeni. Beledben ugye azért rendelkezésre áll a sportcsarnok például. Igen, hát ha olyan időjárás van egyértelműen, akkor a tornacsarnok, de ilyenkor télen a futóedzéseknek is nagy szerepe van, tehát biztos, hogy fogják róni a köröket a város utcáin, úgyhogy én azt mondom, hogy ugye azért ez egy jó másfél hónapos időszak a rajtig, egy jó erőllétet biztosan sikerül kialakítani a kezdésig, de természetesen műfüves pályára van bérlésünk, főleg Csornán fogunk játszani, és egyszer Pápára fogunk elmenni, ott fogjuk játszani az edzőmérkőzéseinket. Mit vár az elnökség az új edzőtől, a csapattól, hiszen tavasszal zárul igazán a bajnokság? Hát egyértelműen először is az, hogy mint játékost az ő segítségével tudjunk igazolni, és megfelelőképpen megerősítve ezzel a csapatot, én azt mondom, a realitás, nem szeretnénk tovább lépni, mint ez a 8-10. Hely, hogyha összejön, azzal elégedettek leszünk, és hát természetesen az edzőnek is ez az elvárása, hogy kicsit följebb hozza a csapatot a tabellán. Hány játékost lehet igazolni? Van erre valamilyen pénzügyi keret, vagy hogy működik ez a megyei első osztályban? Hát az átigazolási időszak az pont a mai naptól indul. Hát nem olyan egyszerű, mert ha Magyarországról igazolunk játékost, akkor a két klub közös megegyezésével lehet csak igazolni. De kapcsolatban vagyunk az Illés Akadémiával, és úgy néz ki, hogy onnan mindenképpen fog játékos hozni. Több játékossal beszéltünk, aki Ausztriában van kint, és onnan is biztos, hogy lesz olyan játékos, aki nem lesz új arca hazai nézők számára, mert már volt nálunk, de vagyunk kapcsolatban. Főleg támadó poszt, amit azt mondom, hogy szeretnénk megerősíteni, védelembe is szeretnénk egy embert hozni.
Hát meg ha úgy van, akkor szeretnénk a jelenlegi kapusunk mellé még egy kapust, aki azt mondom, hogy igazán úgymond ilyen vetétás lenne számára. A pénzügyi keretek hogy néznek ki, vagy egyáltalán beszéltünk ilyenkor pénzről az átigazolási időszakban? Az átigazolási időszak, hogyha Magyarországról igazolunk, az fix összeg a közös megegyezésnél, de ettől függetlenül nem nagyon hajlandóak szerintem a klubok olyan könnyen elengedni a játékosaikat. Mi is így vagyunk vele, senki se örül annak, hogyha játékost visznek el. Egy valamivel nem tudunk mit csinálni, az Ausztria, ami azt mondom, hogy most már egyre jobban kiéleződik itt a környéken olyan téren, hogy azt lehet mondani, hogy a fiatal tehetségeket kiviszik Ausztriába, és érdekes számomra, hogy ritka az a játékos, aki nem mond negatív tapasztalatot, de mindenki igazán sajnos azt kell mondjam, a pénzt látja benne, valamilyen szinten érthető is, én nem mondom, hogy nem, de viszont a magyar focinak ez nem hiszem, hogy erőlényre válik, hogy fiatalon kimennek a tehetségek, egy-két év alatt szinte azt mondom, hogy lemorzsolódnak, tisztelet a kivételnek, már nagyon kevés az, aki azt mondom, hogy huzamosabb ideig ott tud lenni a toppon. Azért annyi a mi időnkben sokkal idősebb játékosok voltak, akik kimentek Ausztriába, most az megy, aki akar, szóval én azt mondom, hogy ezt ott fönt az MLS-ben biztos, hogy ezen változtatni kellene. Jönnek mindig ugye ebben az Európai Uniós szabályokkal, de biztos vagyok benne, hogy van olyan kiskapu, vagy olyan törvény, amivel ezt egy kicsit szankcionálni lehetne, és azt mondom, az amatőr focink is ezzel egyértelműen előbbre lenne. Miért éri meg kimenni Ausztriába focizni, akár negyedosztályba is? Elmúlt, hogy csak így ennyit mondjak rá. Inkább a pénz, biztos, hogy a pénz motiválja főleg a játékosokat. Átlagban mennyit lehet ott kint kapni egy tehát havi fizetés van, vagy hetente fizetnek a játékosok? Hát ez változó, most hallok ilyeneket, mit tudom én, vannak 1000 eurók is, de vannak 400-500 eurók is, attól függ. Ez havonta? Igen, havonta, attól függ, most ez szerintem játékos függő, meg hogy hogyan állapodnak meg vele. Hát ugye az is probléma ilyenkor, hogyha hozni akarunk haza játékost, egyértelműen fölvágja úgymond a piaci értékeket, ami azt mondom, hogy sokszor olyan játékos is pénzt követelne egy-egy klubtól, hogy hát inkább maradjunk annyiba, hogy régi játékosoknak még lehet a csukáját se vitte volna. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk egy hónapba keres mondjuk ott 1000 eurót, kiár, 2-3 edzést teljesít, illetve mérkőzést vasárnap, és ezért nagyjából átszámítva közel 300 ezer forintot kap. Van ilyen is, igen, van ilyen is, biztos, hogy van ilyen is. Az utánpótlással kapcsolatban, hogy zajlik itt az utánpótlás képzés Beledbe, hiszen azért a felnőtt csapatnak kell utánpótlás. Igen, hát ilyenkor a téli időszakban ugyanúgy megvannak a terembe edzenek, a klub csapatok több tornánra van meghívásunk, például a hétvégén saját rendezési tornánk is volt az U13 és az U7-es korosztálynak. Az U13-as korosztályuk megnyerte a tornát, az U7-eseknél pedig mind a 5 csapat volt meghívva, mindenki egy éremmel, csokival és egy kupával távozott. Tehát azt mondom, hogy egy 7 éves gyereknek biztos, hogy nagy élmény volt, hogy rúghatta a labdát, és ezért még egy kis jutalmat is kapott, és sok gyereknek biztos ez volt az első érme, amit büszkén mutogathatott otthon a családnak, nagyszülőknek, szülőknek. Mi mindig szeretnénk figyelmet fordítani az utánpótlásra, mert egy-egy tehetség, hogyha kijön, akit azt mondom, hogy egy fokozatos felépülés, tehát egy U7-től U9, tehát végmelyül a ranglétrel eléri azt a szintet, hogy az első csapatba bemutatkozhasson, és olyan adottságokkal rendelkezik, és mellette még megvan a megfelelő motiváltsága is, és hozzáállása, ami azt mondom, hogy most nagyon fontos a fiatalok számára. Mi nagyon örülnénk, hogyha minél több ilyen játékos lenne ebbe a beledi csapatban egy-két éven belül. Ez körülbelül hány futballistát jelent a városba? Hát az olyan utánpótlást, hogyha nézem, szerintem olyan 70-80 fő lehet körülbelül, aki így az utánpótlás az U19-től lefele itt van. Most már örülünk neki, hogy több környékbeli településről is ide járnak a gyerekek. Most is például a múlt héten hallottam, hogy Szilból fog 3 kisfű érkezni, aki a 7, a 11 és az U9-es korosztályt fogja erősíteni. Ez mit jelent a szakembereknek? Az azt jelenti, hogy jól dolgoznak, tehát észreveszik, hogy itt azért szakmai képzés is zajlik, a gyerekek szeretnek idejönni, szeretnek játszani, a körülmények jók. Hát én azt mondanám, hogy
akik az utánpótlásban dolgoznak edzők, beleértve velem is, mert én is ott dolgozok, azért nagyon fontos, hogy megtalálják pedagógiailag a hangnemet a kisgyerekekkel, a játékosokkal. Ez az első szerintem, ez a legfontosabb még, attól függetlenül, hogy most mit csinálsz vele, milyen edzést tartasz neki. Én azt lehet mondani, hogy minden korosztálynak két garnitúra szerelése van, minden kisgyerek kapott egy egyenmelegítőt, tehát azt mondom, hogy ebbe is a TAO pénzek a megfelelő helyre kerülnek, tehát mi az utánpótlásra fordítjuk, mellette ugyanígy az utaztatásuk. Az U11-es korosztályunk az elindult a megyei futsal bajnokságban is, a többiek azok meg állandó teremtornákon vesznek részt, 13-asnak is van még két torna meghívása, a 16-osunknak is van, az U7, U9-es korosztályunknak is van Sopronba, Lébénybe megy jövő héten például az U9, tehát azt lehet mondani, hogy hívnak is minket, meg mi is szívesen látunk mindenkit, aki eljön a teremtornáinkra. És hogy képesek ezt teljesíteni, hiszen azért, ha tényeket nézzük, ez egy közel 3000-es település belett, 2700, és akkor úgy tűnik, hogy itt közel 100 ember rúgja a labdát, tényleg jó körülmények között. Ez így gondolták, amikor úgy összeállt ez a szakmai stáb? Hát ugye itt a bozsika hogyan elindult, most az utolsó bozsikunk, ami körülbelül olyan 5-6 éve megy. Én azt mondom, hogy kellett, mert előtte volt egy nagy űr a két bozsik között, mert egy darabig volt, utána megszűnt, aztán most megint lett. És észre is lehet venni, mert most akik a zifi kor környékén ott vannak, az, és már majdnem az első csapatnál pont az a rész, ahol ugye nem volt bozsik nevelés, akikkel el lesz kezdve, azok most körülbelül ott vannak az U14-es korosztály környékén. Tehát azt lehet mondani, hogy abban a korosztályban vannak most azok a gyerekek, akikkel 7 évesen elkezdtük, és meg is látszik, mert van köztük 3-4 olyan játékos, akiben van ráció ahhoz továbbiakban, és bízunk benne, hogy egyszer a beledi mezbe fognak majd pályára lépni. Hát nagyon fontos magyarul az, hogy az edzőknek a hozzáállása is, tehát ők maguk is ahogyan fölkarolják ezt az egészet, mert azért minden korosztálynak ők a motorjai, hogy azt lehet mondani. Hetente egy-két edzést, amit tudunk tartani ebben a téli időszakban, attól függ, hogy a terem mennyire foglalt. A gyerekek szívesen jönnek, azt mondom, hogy nagyon jó közösség van, szülők között is jó a kapcsolat. Téli időszakokban is van sokszor ilyen, hogy pizzázások, szendvicsek, ez az az üdítőzés, de akár egy születésnapi bulik is, ahol szinte az egész csapat megjelenik, hogyha éppen az egyik gyereknek születésnapja van. Tehát azt lehet mondani, hogy egy jó közösségi, igazi családias közösségi légkör van nálunk. És ez megjelenik a pályán, a csapat összetart, igen, küzd. Igen. Én azt lehet mondani, hogy igen, öröm nézni. A gyerekeket én azt mondom, öröm nézni, ott még benn van tényleg az a tisztaság, vagy nem is tudom, hogyan mondjam, az a minden öröm, egy jó csel, öröm, egy rugott gól, egy jó passz, tapsol a szülő, tehát ott még azt mondom, egy kicsit másról szól, mikor a gyerekek még fiatalabbak, aztán ahogyan megyünk föl a ranglétán, utána egyértelműen változik, de én azt mondom, hogy tényleg egy nagyon jó közösség van itt nálunk. Van átjárhatóság? Tehát ez azt jelenti, akit kinevelnek akár 7-8 éves koruktól, azok majd bekerülnek, vagy már került be valaki a felső, tehát a felnőtt csapatban? Felnőtt csapatban mindig van egy-egy játékos, aki úgy folyamatosan beépül, és bízom benne, hogyha úgy van, akkor nálunk is marad, mert azért volt egy-egy olyan, hogy bemutatkozott az első csapatban, és akkor nagyon hirtelen, hogy megkeresik, és már egyszerre ugranak. Nem biztos, hogy mindig jó dolog ez, hogyha nézzük az NB1-re, egy kicsit oda megyek, ott se, hogyha egy tehetség megjelenik, és berakják az NB1-es klubba, aztán most például ott van az a kis Tamás nevű srác, hallottam már ilyen Besiktas hasonlók keresték, de látom nagyon okosan nem azon gondolkodott, hogy egyszer elmegy. Én azt mondom, itt nálunk is, hogyha egy kicsit levetítjük a mi szintünkre, itt is le kell tenni a névjegyet, és abból sokkal nagyobb hasznot lehet utána húzni. Főleg én azt mondom, rutinnal, tehetséggel, hozzáállással, a társaknak a segítségével könnyebben fejlődik, mint azt mondom, hogy egy másik csapatba akár fiatalon hirtelen átmegy, ahol szinte újra ki kell, én azt mondom, hogy hát az alap adottságait az ottani klubban meg kell újra mutatni, itt meg ismerték, tudjuk, hogy mit tudott. Tehát én azt javaslom, hogyha egy fiatal játékos nem kerül be egyszerre, ne adja fel, egy-két év alatt
oszlopos tagla tud lenni nálunk a csapatba. A felnőttek kikkel fogják az edzőmérkőzéseket ugye teljesíteni? Ki lesz az első csapat? És hát főleg megyei kettőnek az elejével kötöttük le a környék csapatjaival, tehát nem annyira szerettünk volna olyan nagy utazásokat betervezni. Én azt mondom, hogy elég erős csapatokat választottunk, a Vitnyéd, a Répcementi, a Szony, Petőháza, van egy osztrák csapat is, azt az Illés Akadémián fogjuk a Rohonc ellen játszani, tehát azt lehet mondani, hogy a megyei kettőnek az eleje, ahol nem rossz képességű csapatok ellen lesznek az edzőmérkőzéseink. Tehát kikapcsolódásnak sem rossz, hogyha jönnek a beledélyek és megnézik, vagy elkísérik önöket idegenbe. Akár igen, bízunk benne, hogy az időjárás is olyan lesz, mert azért ilyen téli időszakban sokszor nem kellemes végignézni még egy műfüves pályánál sem egy mérkőzést, mert azért nagyon hideg tud lenni. Mikor kezdődik a bajnokság? A bajnokság először arról volt szó, hogy február vége, most az utolsó március 4-ét hajlottuk, hogy tehát akkor vasárnap fog. Még konkrétan nem kaptunk róla, én bízom benne, hogy a március első vasárnapi kezdés az lesz a mérvadó. A körülményekről beszéltünk, hát építik a műfüves pályát Beledbe, most már látszik, hogy alkalmas lesz arra, amire képzelték, és beszéltünk már a korábbiakban, sőt, ön említette, hogy nagyon sokan már megkeresték a belediéket, hogy mikor lehet játszani a műfüves pályát. Hát igen, egy kicsit sajnáljuk ezt a történetet, mert már az őszi szezonban arról volt szó, hogy kész lesz, de a kivitelező miatt egy kis csúszásban vagyunk, így a tavaszi szezonra fog kész lenni, tehát a tavasz folyamán. Igen, annak örültünk, hogy több klub is érdeklődött, mint edzésekre vagy mérkőzésekre. Nagyon sok, tehát azt lehet mondani, hogy 10 körüli csapat keresett minket, tehát azt mondom, hogy ha elkészül, biztosan, hogy megfelelő célt fog szolgálni a környékbeli csapatok számára. Összességében jó állapotban látja a csapatokat? Fel tudnak elni a rajtmezőre, tehát rajtra járre, és akkor el tudják indítani a bajnokságot tavasszal. Igen, hát bízom benne, hogy mi is azt a célt, amit szeretnénk, elérjük. Ehhez remélem a játékosok is partnerek lesznek. A szurkolókkal sosincs probléma, már a téli időszakban is szinte nap mint nap állítják meg az embert, vagy kérdezik, hogy mi újság a csapat körül. Tehát én azt mondom, a szurkolóink éhesek a mérkőzésekre, a sikerekre, és bízom benne, hogy ezt a pályán a játékosoktól vissza is fogják kapni a tavaszi szezonba. Anyagilag rendben van a csapat, tehát támogatások megvannak? Duskálni nem duskálunk, azt nem lehet mondani, én azt mondanám, de az alap dolgokhoz, tehát az alapkövetelményeknek megfelelünk. Tehát itt elsősorban az önkormányzat, aki... Hát az önkormányzat, a fő támogató, mellette a vállalkozók kisebb összegekkel, amivel tudják támogatni az egyesületet. Köszönöm és sok sikert! Köszönöm szépen!